Szeretettel köszöntöm a stúdióban Puskás Balást, a Szent István Intézet vezető kutatóját, illetve témák szempontjából még fontosabb, hogy a Gyermekjogokért Egyesület alelnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! gyermekekről van szó, már a népszavazásnál is gyerekekről lett volna szó, és már akkor is volt egyfajta anomália, hogy egyáltalán van-e szükség erre, miért megyünk mi szembe az Európai Unióval, miért nem értjük meg, hogy a világ már túlhaladott minket, most csak zárójelbe jegyzem meg, hogy egyébként Bagdi Emőke pontosan ezért kapott lapos földíjat, hogy hogy meri ezeket a túlhaladott álláspontokat képviselni, sőt propagálni, tehát egy olyan, olyan citromdíjat kapott, mint hogyha ez valami elavult dolog lenne. Ugyanebben a cipőbe jár most a magyar kormány is, hiszen az Európai Bizottság pert indított ellene ebben a témában. És erről szeretném kérdezni önt, mert a, a perek amúgy is mindig bonyolult jogi nyelven vannak megfogalmazva. Tehát én szeretném tudni, hogy milyen lehetőség, egyáltalán miről szól konkrétan a per, és milyen lehetőségei vannak a kormánynak, illetve a bizottságnak vele szemben. Igen, az Európai Bizottság nyújtott be Pert a, a magyar kormány ellen, amihez azóta egyébként csatlakozott az Európa Parlament, csatlakozott Belgium, Hollandia, Írország, Luxemburg és Portugália is. Igen, tehát, tehát egész pályás letámadás indult. Egész <laughs> pályás letámadás indult, igen, mondhatjuk így is. És ez a per, ez úgy jött létre egyáltalán, hogy amikor ez a gyermekvédelmi törvénynek nevezett saláta törvény elfogadásra került, akkor utána gyakorlatilag az Európai Bizottság ezt rögtön megtámadta, és a két körben kapott válaszokat a magyar kormányról a kifogásaira ezeket ő nem fogadta el, és ennek nyomán egy pert indított. És ez egy, ez egy elég rövid irat, hogyha fölmennek az eu a honlapjára és elolvassák. Sokan fölmennek -e egyébként ön szerint? Szerintem nem, szerintem szinte senki. Jó, hát akkor én hát, őszinte legyek. Mert én köznevelési szakjogász vagyok, nem, nem EU jogász, de nyilván ez a téma azért engem, engem is érdekel, mivel gyerekekkel foglalkozom. És itt igazából arról van szó, hogy ez összesen négy cikkeiből áll, Amiből a negyedikben azt kéri a bíróság, hogy kötelezze Magyarországot ugye a költségek viselére, viselésére, illetve a bíróságot, és a többiben van ugye, nyilvánvalóan a lényeg. Az első az egy több részes, és aztán a második és a harmadik még, még két nagyon érdekes pont, hogyha ezekre kitérhetnék, hogyha megengedik. Ugye az első cikkeben, vagy hát az első pontjában a beadványnak, azt támadják meg, hogy Magyarország olyan tartalom-reklám műsorszámnak a sugárzását korlátozná a gyermekvédelmi törvény alapján, amely a kiskorúak számára történő hozzáférhetővé tételének a tilalmát, til, tilalmát tartalmazza. Akkor, hogyha ez a tartalom, ha ez a reklám, vagy hogyha ez a műsorszám a megfelelő önazosságtól, a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, illetőleg a nem megváltoztatását, vagy pedig a homoszexualitás népszerűsíti. Tehát magyarán ezek a pontok, és a negyedik az pedig arról szól, hogy a médiatanács, hogyha olyasmit tapasztal, hogy egy nem magyarországi székhelyű médiaszolgáltató ilyet elkövet, akkor felhívja azt a tagállamot, ahol ez a média szolgáltató székel. Tehát például a Netflix esetében, ahol, amelynek a székhelye, én nem is tudom, hogy most Csehországban valahol, van. Jel, valahol igen. van, hogyha ők uh, 7 pluszos műsorba leszbikus tartalmat tesznek, mint ahogy az előfordult nem egyszer, rajzfilmben is, filmben igen. is. Sőt, egyre gyakrabban. Sőt, egyre gyakrabban, igen akkor a médiatanács ehhez a tagállamhoz fordul, és azt kéri, hogy kényszerítse ki a magyarországi jogszabályokat ettől a szolgáltatattól, tehát, hogy Magyarországon ez ne 7 pluszba, hanem 18 pluszba jelenjen meg. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor kisfiúk ülnek a képernyő előtt, nekik nem lehet azt propagálni, hogy nyugodtan öltözzenek balerina ruhába, és legyenek kislányok inkább. Pontosan. Mert hogy ez megoldható. Pontosan. Pontosan, Vagy így fordítva van. nyilván kislányokra. Is. Így van, így van, így van, így van illetve hogy ne legyen olyan tartalom, ami ezt népszerűsíti mondjuk egy filmben, vagy egy rajzfilmben, vagy ne legyen olyan reklám, amely kifejezetten ezt népszerűsíti, mondjuk olyan ruhákat népszerűsít, amelyek, ahogy, ahogyan is ezt mondja, a kisfiúkat lányruhába öltözteti. Tehát ez az első négy pont, ez tulajdonképpen a médiaszolgáltatásról szól, ilyen-olyan körökben, és itt tulajdonképpen ö, egyrészt hivatkozik az EU-nak az alapjogi kartájára, Hivatkozik az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, az Euro és később az Európai, Szerző, az Európai Unió alapszerződésére is, valamint hivatkozik, a média médiaszabadságról szóló 2006 per 123-as, bocsánat, igen, 123-as EK irányelvre. Most, Most... Azzal, azzal együtt, hogy vannak ilyen irányelvek, mégiscsak roppant szélsőségesnek tűnik a magyar ö, eljárás ahhoz képest, hogy ugyanezekért nem, hogy tiltják más országban, hanem ugyanezeknek a ö, kritizálásáért már börtönbe lehet vonni, vagy hát minden esetre ö, pénzbírságokat lehet ki ö, róni emberekre, hogyha mondjuk egy kisfiú szeretne balerina ruhába lenni, és akkor megjelenik mondjuk egy TikTok videó, és ő azt mondja, hogy ne, hát kisfiam, hát te kisfiú vagy. Akkor abban a pillanatban ráugranak, és eljárást indítanak ellene valamilyet. Tehát itt érdekes, hogy jogszabályokra hivatkozik a magyar kormány, amik léteznek, és mégis ez ellen ö, indítanak pert. Ő Ezek ellen. a jogszabályok, amiket én most felsoroltam, ezekre az Európai Bizottság hivatkozik a beadványában. És az az érdekes, és ennek teljesen igaza van abban, amit mond, és erre visszatérnék később egy picit, viszont az azért nagyon érdekes ezeket a jogszabályokat egy picit körüljárni, mert ezeknek a jogszabályoknak a többsége nem a tagállamokra vonatkozik. Uh -huh hanem az Európai Uniónak a működésére, az Európai Unió szerveinek a működésére, és a tagállamokra pedig csak annyiban, például az Európai Unió alapjogi kartája, a tagállamokra csak annyiban vonatkozik, amennyiben az adott tagállam egy Európai Uniós normát, végrehajtó normát ö, hoz létre, vagy arról törvénykezik, vagy hoz róla rendeletet. És itt nem erről van szó, itt nem arról van szó, hogy van egy Európai Uniós. Ö, jogszabály, és annak a végrehajtását vagy implementációját hozta volna létre a gyermekjogi törvényel Magyarország, hanem hozott egy tagállami hatáskörben hozható gyermekvédelemről szóló törvényt, hiszen a család, a házasság, a gyermeknevelés, a gyermekvédelem, ezek a témák, ezek mind tagállami hatáskörben vannak, és az uniós normák csak szubszidiáriusak, tehát kiegészítő jellegűek lehetnek. Tehát amikor az Európai Uniónak az alapjogi kartájára hivatkoznak, az hibás, én azt gondolom, hogy ezt ők is tudják, és ezért támogatják meg ezt a beadványt azzal, hogy a szolgáltatások szabadáramlásának áramlásának az, a, a jogára hivatkoznak, mert az viszont kógens ránk nézve, az egy, egy EU-s jog, ami minden tagállamra ugyanúgy érvényes. Tehát ebből a szempontból lehet, hogy fognak kvázi fogást találni a magyar gyermekvédelmi törvényen, hogy a szolgáltatásoknak a szabad áramlását nem teszi lehetővé ez a törvény. Ugyanakkor, és itt térnék arra a bizonyos negyedik pontra rá, amiről eddig nem beszéltem, mert eddig csak a, médiákról, a médiáról beszéltem, és az pedig az oktatási szolgáltatásokról szól. Tehát az arról szól, hogy ezzel a, ezzel a jogszabályjal, amik ezeket a tiltásokat alkalmazza, kvázi megtiltja azt, hogy az oktatási jogok szolgáltatása szabadon áramoljon az EU-n belül. És ez egy azért nagyon érdekes dolog, mert Kifejezetten az oktatási szolgáltatásokkal kapcsolatban ez a rendelkezés, amely Magyarországra kötelező, kivételt enged. Kivételt enged. Tehát az oktatási szolgáltatásokról rendelkezhetünk ö, saját, ö, hatáskörben. saját hatáskörben, így van, illetve még további kivételt enged a többi esetben is akkor, hogyha közerkölcsi kérdés merülne föl. Magyarországon pedig teljesen nyilvánvalóan ez közerkölcsi kérdés, ezt tudjuk a gyermekvédelmi népszavazás óta, amikor az emberek olyan tömegében utasították el ezt az agendát, amire nem volt Magyarországon még példa, senki soha annyi szavazatot egyetlen kérdésre nem kapott, mint a gyermekvédelmi népszavazás kapott erre a négy kérdésre, amit ott föltettek. Tehát Magyarországon kimondhatjuk azt, hogy pártálláson és ideológia meggyőződésen átívelő egyetértés van az emberek között abban, hogy a gyermekénknek a védelme az bizony ezekben a kérdésekben, így, ahogy ez ebben a törvényben le van írva, elvárható. Igen. Ezt mutatja egyébként az az ügy is, ami nem olyan régen volt, ez a Bitesolt elhíresült ügy, amelyről mindenki tud, nem kell ebbe most részletesen belemennem. Olyan mértékű volt a fölháborodás, és olyan mértékben ez egyirányú volt tanár. az iskolai tanárnak Igen. az efebofil iskolai tanár, ami, ami megint csak ezt mutatta, hogy itt, itt, itt azt gondolom, hogy szinte mindenki, igen. Ugyanúgy gondolkodik. Nem tartjuk jónak azt, hogyha a transzneműségről vagy a szabad szexualitásról kiskorú gyermekeknek értekezünk tankönyvekben, és azt sem tartjuk jónak, hogyha iskolán kívüli szervezetek ellenőrzés nélkül bemehetnek az iskolákba, és ott előadásokat tarthatnak. Erre van ez közelkölcsi kérdésnek nevezhető az én megítélésem szerint. Tehát akkor, amiben szélsőséges Magyarország, az az, hogy ez, hogy az anya nő és az apa férfi, ez már nem jellemző viszont Európára. Hát igen, de azért vannak olyan tagállamok, amely tagállamokban ezt a PTK szinte ugyanígy rendezi, és ezekben a tagállamokban is, ezeken a tagállamok ellen érdekes, hogy nem, nem, nem indult kötelezettségszegési eljárás, most mondhatnám Hollandiát, Lengyelországot vagy Litvániát példaként. És akkor miért nem indult ellenük? Talán más szóhasználattal. Talán más szóhasználattal van ez benne a törvényben, ezt nem tudom. De ezt kicsit cínikusan mondtam. Én azt gondolom, hogy azért nem indult, mert itt tényleg egy olyan nőkébe sikerült beleakadni, ami az Európai Uniónak egy olyan kiemelt alapjogi kérdésével szeretnék, hogy váljon, ami, ami számomra teljesen érthetetlen, hiszen azért csak egy jelentős kisebbségről van szó. Nyilvánvalóan az, hogy valaki a szexuális identitása vagy irányultsága miatt nem, külön, nem, nem, részesülhet hátrányos megkülönböztetésben, az egy teljesen normális okay. elvárás. Hiszen ők is emberek, Isten teremtményei, ugyanolyan emberi méltóságuk van. De nem ugyanolyan jogaik. Tehát a házasság az egy férfi és egy nő között létezik. Ez benne van a magyar alaptörvényben. Ez egy évezredes, egy évezredes hagyomány. Ennek az átírása olyan jelentős konszenzust igényelne, plán egy ekkor nemzetközi szervezetben, mint az Európai Unió, vagy hogyha még tovább megyünk akár az ENSZ, ahol szintén igyekeznek átírni sajnos a családnak a koncepcióját, amivel egyszerűen nem rendelkeznek sem az eu sem az ENSZ-ben. De nem hallottam még olyanról, hogy Magyarországhoz hasonlóan más európai országban esetleg egy népszavazást lehetne arról kezdeményezni, hogy vajon ezek a jogok, ezek mennyire illetik meg ezeket a csoportokat. Ez azért érdekes, mert a demokrácia nevében is támadják nyilvánvalóan ezt, a, ezt a magyar álláspontot, hogy nem terjed ki azokra a szexuális kisebbségekre, akiket ön is említett, akik nem esnek ugyanabba a jogi hatályba, de közben a népszavazást megtagadják a saját nemzetüktől. Tehát akkor ez külön témát érne meg, hogy akkor a demokrácia értelmezése az, az hogyan érvényesülhet ilyen helyzetekben. De akkor ez azt is jelentheti, bár nem tudom, hogy ide tartozik-e, hogy a lakosság és a vezetés, az európai államoknak a vezetése, akik támadják ezt a törvényt, nem feltétlenül esik egyben, vagy ezt így nem lehet felmérni. Meggyőződésem, hogy nem. Meggyőződésem, hogy nem. Már csak azért is, mert egyre jelentősebb muszlim népesség él az Európai Unióban, akik nem hiszem, hogy ezeket akik a kérdéseket. Forma kerülnek Aki ezzel Érdekes le. módon, igen, ebben a kérdésben mindenképpen egy platformon vannak velünk, igen igen. igen. igen, igen. És itt még egy nagyon érdekes kérdés, ami azért nagyon szomorú, ha belegondolunk, és az pedig az, hogy itt mindenről szó van ebben a beadványban szó szóval a szexuális kisebbségi kiségek jogairól, a szolgáltatás szabadáramlásáról, a média védelméről, egyetlen egy dologról nincsen szó, és az a gyermekeknek a joga. Tehát az, mintha az Európai Uniót úgy tulajdonképpen nem érdekelni, vagy jobban érdekelni a médiának a áram, média, média szolgáltatásoknak és az oktatási szolgáltatásoknak a szabad áramlása, mint a gyermekeknek a védelme. Most a média szolgáltatásnak a szabadsága, az hogy került ennyire magas státuszba, mint szólásszabadság, vagy milyen cím Nem, Nekem meggyőződésem, hogy azért, mert alapjogi szinten ezt, ezt nagyon nehezen lehet megfogni. Nagyon-nagyon nehezen nagyon lehet megfogni. Egyetlen olyan jogszabály van a hivatkozott jogszabályok között, amelyik direktben érvényes a tagállamokra, és az, Európai, az az Európai Uniónak az alapszerződése. Abban viszont egy olyan kitétel van, ebben a bizonyos második cikkelben azt hiszem, amit meghivatkoznak, amelyik erre ráhúzható, hogyha nagyon akarjuk, ez a megkülönböztetésnek a tilalma. De a megkülönböztetés tilalma azért ez egy nagyon tág, nagyon tág fogalom. Tehát de abban az a propagálás nem esik ebbe a kategóriába, tehát nyilván ezzel ők a megkülönböztetés tilalmát nem hágják át, hogyha... én nem... azt gondolom, hogy nem hágják át, Nem, igen. nem készítenek olyan rajzfilmeket, amik ezt nem, Nem, én szerintem sem hágják át, de, de ugye próbálkoztak minél szélesebb, hogy mondjam, minél szélesebb körű, jogszabályokat megnevezni azért, hogy azt az egyetlen célt elérjék, hogy itt Magyarországon a homoszexualitásnak, úgy általában a szabados szexuális magatartásnak a népszerűsítését, a kiskorúaknak az érzékenyítését hasonlóképpen lehessen művelni, mint mondjuk azt teszik éppen az Egyesült Királyságban. Itt térnek egy picit vissza arra, amit, amit ön az elején említett, ezekre az extrém helyzetekre, most nem olyan régen Angliában, hogyha nem emlékszik, ön is olvasta, egy iskolában olyan tartalmakat olyan tartalmakat ismertettek meg, 10-12 éves korú gyerekekkel, mint anális vagy orális szex. Nekem van 10 éves korú gyerekem, nem biztos, hogy ez Nem érdekli. érdekli ez a történet, és ugye ott is erről és ha volt érdekelni, szó. akkor inkább lebeszélnénk, nem? Hát igen, és ha érdekelni, igen, igen, furcsa lenne érdekelni, szerintem, de nem érdekli. A 10-12 éves gyereket ezek a technikái nem érdeklik a szexualitással kapcsolatban, ha már ismeri is pontosan, hogy ez miről szól. De hogy ott semmi más lehetősége nem volt a szülőknek, mint az, hogy fölkelnek és elmennek a tankerületbe, és tiltakoznak. Mm. És ez szerintem elég gyenge pozíció a szülők számára, amikor a gyerekek ezen az órán befogták a fülüket, kibámultak az ablakról, ablakon, és az egyik kislány sírógörcsel, sírógörcsel ment haza. Tehát komolyan traumatizálták Igen. a gyerekeket. Ez gyermekbántalmazás, ami ott történt. Konkrétan bűncselekmény, amit ott ezek a tanárok elkövettek. Gyermekbántalmazás bűncselekményét. És ezt a bűncselekményt megtorolni, ott Angliában úgy tűnik, eddig legalábbis úgy tűnik, hogy nem nagyon lehet, a szülők tiltakoznak. Egyelőre itt tartunk. De nem biztos, hogy hatékonyan. Ezt majd meglátjuk. Ezt De én meglátjuk. nem szeretném, hogyha Magyarországon ide jutnánk, hogy ez marad az egyetlen fegyverünk, Igen. hogy szülőként azért kell tiltakoznunk, hogy a gyerekeinket normálisan nevelhessük. Tehát akkor mi van a magyar kormány kezében ebben a perben? Hát a magyar kormány ő. Nyilvánvalóan ezeket a dolgokat, amiket én elmondtam, ők meg fogják hivatkozni, Üm, és én azt gondolom, hogy azért ez nem, nem egy egyirányú utca. Tehát egyáltalán nem biztos az, hogy ezt a pert mi el fogjuk veszíteni. Üm, én ezt úgy fogalmaztam hogy Most ez azért ugye, egy... mert sok az ellendrukker, vagy a hitetlenkedő, vagy értetlenkedő. Persze, persze. Hát, hogy egyáltalán ezt miért kell csinálni? Igen, igen. Hogy most itt nincs itt semmi látnivaló. Ez a világ menete. Hát látjátok, mi van Angliában, mi van az Egyesült Államokban, és Kanadában, menjünk utánuk. Menjünk utánuk. Én, én azt gondolom, hogy jogilag ez ez egy nehezen védhető álláspont. Mondom, a szolgáltatások szabadáramlása talán az egyetlen olyan terület, ahol valamit tudnak fogni, de én azt gondolom, hogy ez megoldható. Ez mind-mind megoldható, és ráadásul még egyszer mondom, a gyermeknek a legjobb érdeke az egy fontosabb jog, mint a szolgáltatások szabadáramlása, tehát ezek a jogok néha ütköznek egymással, és amikor ütköznek, a gyermekek mindenek fölött, vagy bocsánat, legjobb érdeke, az ennél, az ennél, sokkal fontosabb. Van olyan jogszabály, ami a gyerekek érdekét figyelembe veszi, és amire lehet hivatkozni? Hát hogy lehet, a magyar gyermekvédelmi törvény az mindenképpen ilyen, de ami a nemzetközi jogot illeti, az ensz a gyermekjogi egyezménye, az tulajdonképpen egy alapjoghoz csatlakozó egyezmény, ami nagyon széles körű, most már több mint 30 éves egyezmény, ezt az Egyesült Államokon kívül mindenki ratifikálta a szentszék is, és, és például az ENSZ gyermekjogi egyezményének a nyolcadik cikkeje az azt mondja, hogy kötelességünk megóvni a gyermeknek his or her identity, születési születési identitását, már ami különbséget már különbséget tesz a, a férfiúi illetőleg a női identitás között. És amíg az ENSZ gyermekjogi egyezményében ez szerepel, addig én azt gondolom, hogy ez az irányelv, és egyébként az Európai Unió alapjogi kartájában is a gyermek legjobb érdeke az, az szerepel, talán a 24. cikkejében, ahol, ahol mindenfajta eljárásban, és eljárásban a gyermek legjobb érdeke szerint rendeli eljárni az eljáró feleket. Tehát ha már az Európai Unió kartájára hivatkozunk, aminek mondom, én a hatáját vitatom, de akkor a 24. cikkelre is lehet hita, hivatkozni, amely szemben áll azokkal a hivatkozásokkal, amelyeket az Európai Bizottság ebben a beadványában meghivatkozik. Akkor miért alakultak mégis ki ezek a frontok? Hogy van Magyarország, akit perbe vonnak, és van az Európai Bizottság, aki mellé nagyon sok tagállam felsorakozott. Tud arról, hogy valaki mellénk is felsorakozott? Nem. Nem. <laughs> <laughs> Akkor ezek után meglepő, hiszen lenne rá jogszabály, és lenne rá jogalap is, az erkölcsi megítélésről nem is beszélve. Hát lenne. Nézd, itt 30-40 éve, és az egyre erősödőbben látszik, két emberkép küzd, küzde egymással. Az egyik a teremtett uh, Isten képérés hasonlatosságára, a teremtett emberkép, amelyiknek um, olyan emberi méltósága van, amelyik teljességgel elidegeníthetetlen és önmagától való, és a másik kép az pedig egy olyan emberi méltóságról beszél, amelyik származtatott, valamiből származtatott, általában a tudatból származtatják. Tehát mögött van egy nagyon erős filozófiai, és én azt is mondhatnám hívő emberként, hogy lelki harc. Egy nagyon érdekes dolog volt, én keresztény üldözéssel elég sokat foglalkoztam, blogoltam is erről, és egy komoly esemény történt, már nem tudom, hogy micsoda, de azzal kapcsolatosan Ferenc pápának volt egy megnyilatkozása. Egy misén, egy, egy homilián, azt mondta, hogy hogy a keresztény üldözés az az emberben létező istenarc lerombolásáról szól. Én azt gondolom, hogy ez az ideológia is erről szól, az, az istenarc lerombolásáról. Bennünk van egy teremtett isteni, isteni természet, és ez egy, ez egy lelki harc, amit, amit itt látunk. Néha irracionálisnak tűnik. Tehát akkor, amikor a transzneműségről beszélünk, az már olyan szinten irracionális, hogy az már, magát, az LMBTQ tábort is megosztja, főleg például, hogyha leszbikus mozgalmakról beszélünk. Na, na, már a feminista mozgalmat, a feminista is, mozgalmat, a is, mozgalmat is nagyon mélyen megosztja. Tehát tényleg eljutunk oda, amit a Szentírásban olvashatunk, hogy az emberek már nem Istenben, hanem a mesékben kezdenek el hinni. Ez már tényleg a mese kategória, azt gondolom, amikor annyira Istennek gondoljuk magunkat, hogy a születési nemünktől is elrugaszkodhatunk a következő talán a gravitáció lesz. Tehát éppen ezért is Nevetséges, hogy éppen bagdél nyeri a Alaposföld díjat. Én azt gondolom, ezeknek az embereknek kéne szépen átvenni a lapos föld díjat, akik azt gondolják, hogy egy kiadós hormonkezeléstől valakiből, ha nőnek született férfi lesz. Igen. Akkor tehát ő per tekintetében alapvetően optimista? Vagy ezért ez itt túlzás lenne? Vagy egyáltalán megharcolható harcnak látja, semmiképpen Abszolút. nem fölöslegesnek? Vannak érveink. Én azt gondolom, hogy vannak érveink, és ezeket az érveket, ezeket ki, ki lehet és ki is kell tenni az asztalra. Kérdés, hogy az Európai Bíróság a jogszabályok alapján vagy a politikai nyomásgyakorlás miatt fog ítéletet hozni. Ez itt a nagy kérdés. Akkor ezt ne is kérdezzem, hogy mire tippel? Nem merek tippelni. Azért ez egy nagyon jelentős kérdés itt és nagyon sok jogszabály alapján kell, hogy ítéletet hozzanak. Szkeptikus vagyok alapvetően, őszintén szólva az Európai Unió szervezeteivel kapcsolatosan, de azért reménykedő, mégis mégiscsak egy független bíróságról van szó. Mi az, ami miatt ön szerint a magyar kormány ebbe beleáll? Egyedül? Én azt gondolom, hogy az, hogy szeretnék, hogy ebben az országban megmaradjon az, amitől egy ország virágozni tud, és az pedig a család. Én, én ebben hiszek, megmondom őszintén, értelmetlen lenne mármilyen más indok alapján beleállni egy ilyen verekedésbe. Én, én azt gondolom, hogy itt ténylegesen egy, egy mély meggyőződés húzódik azoknak az embereknek a, azoknak az embereknek a, az agyában, fejében, szívében, akik, akik, ebbe beleálltak, hiszen ebben tényleg nagyon sok preszt is lehet veszteni, látjuk azt, hogy a, a pénzek bizony nagyon nagy mértékben emiatt nem érkeznek, igen, ez, talán nem is zárójeles kérdés. Ez nem egy zárójeles kérdés. Sem. Nem, nem egy kérdés. Tehát én itt, én itt azt érzem, hogy ez, ez, túlmutat a, az egy per egyes politikai érdekeken. Ez túlmutat fel, feltétlenül. Tehát, Tehát ez nem lehet azt jó, mondani, hogy, benéz... hogy valamiféle politikai nyereség reményében érdemesebb ebbe Nem úgy. tudok ilyet mutatni, megmondom őszintén jelen pillanatban annak lenne politikai nyeressége, hogyha ebbe beleállnának, és azt mondanák, hogy hát akkor visszavonják a gyermekvédelmi törvényt, és akkor nagy valószínűség szerint talán érkeznének források. Um, Amit viszont már nem tudnának előbb-utóbb a családokra költeni, mert hogy az ugye kezdene szétfoszlani. Hát igen. Szóval ez... Hogyha gyerekvédelemről, csak egy utolsó kérdés, gyerekvédelemről esett már szó, hogy milyen... Ö, ö, Törvényeket kellene ahhoz figyelembe venni, hogy a gyerekek érdeke is szem elé kerüljön, hiszen ön azt mondta, hogy ezekbe pont ez vészel. Én azt gondolom, magában a jogszabályokban ez benne van. Tehát a jogszabályok, amikre ők hivatkoznak, azoknak a nagyon nagy részére nem szabadna hivatkozniuk. Tehát, hogyha lenne egy normális jogi hierarchia ott a fejekben, amelyik az alapjogokból indul ki, és nem pedig a kisebbségeknek, a szexuális kisebbségeknek, Bármilyen vélt vagy valós jogából, mert teljesen egyértelműen az látszik ebből a beadványból, hogy az egyfajta kiemelt jogként kezelődik, és a köré vannak beválogatva ezek a jogi érvek. Tehát eleve van egy prioritásrendszer Igen. fölállítva, még mielőtt bármilyen ö, döntés születne. Így van, amelynek, amelyen belül a gyermeknek a joga az, az, az valahogy nem jelentkezik sehol. Tehát én azt gondolom, hogy a meglévő jogszabályok alkalmasak arra, hogy megvédjék a gyermekeknek a jogát. De vannak olyan irányelvek, és vannak olyan elképzelések az Európai Unión belül, sajnos irányelvek is, amelyek a hagyományos családot kifejezetten támadják. A Eurochild, ez egy nemzetközi gyermekjogi szervezet, amelyben a tagállamok gyermekjogi szervezetei, mint tagszervezetek vesznek részt, például Magyarországon a Hintalovon Alapítvány, azok 2022-ben, ez egy nagyon fontos szervezet egyébként, a Eurochild, ők 2022-ben anti-child-right movements-nek hívták, tehát anti-gyermekjogok mozgalmaknak hívták azokat a civil szervezeteket, mozgalmakat, amelyek a hagyományos családmodellt előtérbe helyezik. Uh -huh. Tehát azt próbálják bebizonyítani, hogy a gyermek legjobb érdekében nem az áll, hogy legyen egy apja és legyen egy anyja, és ha lehet, akkor ez a biológiai apja és a biológiai anyja, és minden, ami ez után jön, az már csak a 2.1-es verzió tud lenni. A legjobb az az a gyereknek, a biztonsága szempontjából, az ősbizalma kialakulásának a szempontjából, az identitásának, a fejlődésének a szempontjából, ha van egy anyja és egy apja, akik egymást is, meg őt is szeretik. Ez ő szerintük, ha valaki ezt gondolja, és a Gyermekjogokért Egyesület és a Szent István Intézet is ezt gondolja, ők gyermekjog ellenes szervezeteknek minősülnek a Jurocsájt 2022-es jelentése szerint. Tehát mindenki nyugodtan lehetne jelölt a laposföldéért. Én azt gondolom, <laughs> hogy van itt, van itt egy pár, igen. Akik ezt, Akik ezt megkaphatnák. Minden esetre tanulságos maga a per is, hogy egyáltalán ezért perre kell menni, meg az is, hogy van, aki ezt bevállalja, és, és hát érdekes lesz, hogy hogyan alakul valóban a, a jogszabályoknak az alkalmazása, mert itt most ezek szerint már erről van szó, nem Így is van. alkotásról, hanem alkalmazásról. Alkalmazásról, értelmezésről hiszen konkrétan direktben nincs olyan jogszabály, amelyik megtiltaná azt Magyarországnak, hogy egy ilyen gyermekjogi egyez, vagy egy ilyen gyermekjogi vagy gyermekvédelmi törvényt hozzon. Konkrétan nincs itt. Értelmezni kell azokat a jogszabályokat, amelyeket meghivatkozott a felperesebben a perben, aki ugye az Európai Bizottság plusz a szervezetek országok. Hát akkor ez egy nem jogi, jogi kérdés lesz. Én azt gondolom, hogy ez nagyon erőteljesen politikai kérdés, igen és hát nyilván elköltsi belül, vagy, vagy nem tudom, hogy ezt szabad mellé tenni? Én azt gondolom, hogy szabad, mert ez egy közerkölcsi kérdés, egy erkölcsi kérdés is valóban, és azt, hogy közerkölcs, még egyszer mondom, a közerkölcsi kérdéseket kivételként engedélyezi maga a 2000 6 per 123-as rendelet is, amelyik a médiaszabadságról és a szolgáltatások szabad, a szolgáltatások szabad áramlásáról szól, tehát kifejezetten kivételt tesz akkor, vagy kivételt enged közerkölcsi kérdésekben, tehát jogi szövegben is ez egy előforduló, egy előforduló szófordulat és, és hivatkozási alap. Tehát hivatalosan is visszaértünk oda, amit ön kifejtett, hogy ez arról szól, hogy hogyan értelmezzük az erkölcsöt. Így van, Politika és ők azt illetve. szeretnék, ha úgy értelmeznék, ahogy ők értelmezik. Igen, mi meg szeretnénk megtartani legalábbis a magyar kormány mellett, hogy ők megértelmezhessék úgy, ahogy ők olvassák. Én azt gondolom, hogy a magyar kormány és a magyar lakosság nagyon nagy része szeretne megmaradni ennél az álláspontnál, igen. Nagyon köszönöm ezt a kalauzolást, köszönöm, hogy itt volt velünk, köszönöm a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm bólásának. én is.